Számottevően megnőtt az 1 négyzetkilométerre jutó autóversenyzők száma Zalakaroson egy nap erejéig, mivel hagyományosan a nyugat-magyarországi fürdővárosban tartották az offroad szakák díjátadóját. A hazai rallycross és autocross bajnokság kategóriáinak győztesei átvehették fényesen csillogó trófeáikat, valamint külön díjasokat is kitüntettek. Az Európa-bajnoki második helyezett Marton Gergely lett a 2019-es év rallycross versenyzője, a betegséggel dacoló, de pályán kiválóan szereplő Tóth Richárd pedig az év autocross versenyzője. Idén a Rallycross Európa bajnokságnak a Super 1600-as kategóriájában versenyeztem, és az évvégi második helyet sikerült megszereznem. Nagyon örülök, hogy nagyon-nagyon megtisztelve érzem magamat, hogy az év Rallycross versenyzőjének választottak. Azt gondolom, hogy az elmúlt 9-10 év, amióta a Rallycrossban vagyok, az nagyon gyorsan telt el, viszont nagyon tartalmasan, úgyhogy egyrészt nagyon sajnálom, hogy például nem tudok Magyarországon versenyezni. Majd remélem, hogy a jövőben lesz, vagy adódik rá lehetőség, hogy újra a magyar színpadon versenyezhessek. Azt gondolom, hogy nagyon sikeresek vagyunk a nemzetközi szintéren, és próbáljuk azt az utat követni, amit eddig is, hogy évről évre tudjunk feljebb lépni, és évről évre tudjunk az előző évi helyezésre javítani. Itt vagyunk a 2019-es Rallycross bajnokság díjátadó gáláján, és az a megtiszteltetésért, hogy én kaptam az MX5 Kupa bajnoki címéért járó serleget, úgyhogy nagyon örülök neki, mert egy nagyon sikeres szezonon vagyok túl. Ez a második éve az MX5 Kupának, mind a két évet nekem sikerült megnyernem, úgyhogy tényleg törzsgyökeres MX5 Kupásnak mondhatom már magam így a második év végén. Nagyon jó volt, nagyon szeretem ezeket az autókat, és úgy gondolom, hogy eléggé össze is sikerült velük szoknom. Úgyhogy két fantasztikus éven vagyok túl, és nagyon sokat köszönhetek az MX5 Kupa promótereinek, illetve a Pro Export csapatának egyaránt. Cilívben harmadik lettem, Ábrahám Karcsi nyert, az gyakorlatilag ilyen bevett szokás, mostanában nem nagyon tudjuk megszorítani, bár nem még az, mert két éve szem a Kenát Szabi, tehát azért néha megszakad, de igazából uralkodó, és az Istókovics István végzett előttem. Nagyon érzékeny téma, mert igazából ez a betegségemmel összefüggő dolog. A szezon alatt gyakorlatilag végig kemoterápiás kezelés alatt álltam, és sokszor úgy mentem, ahogy vége volt, onnan mentem a versenyekre. Hát ne is akarja senki elképzelni, hogy ez milyen, bár minden majd sok család érintett ebbe. Ezt fejbe dől el, mondták nekem az elején, az orvosok, hogy ebben biztattak, vagy nem is tudom. És akkor kerestem magamnak célt, hogy nem próbáltam úgy viselkedni, mint aki beteg. Nem kerestem célokat, és akkor menjünk csinálják. Ha hazamentem volna, és otthon sajnáltatom magam, hogy én beteg vagyok, akkor biztos még betegebb leszek. Vagy így gondolkoztam is. Próbáltam élni ugyanúgy a hétköznapokat is, és a versenyre meg mindenképpen akartam menni, hogy az mindig egy kis plusz motivációt adott, hogy tudok menni versenyre, vagy most következik valami jó, mert most nagyon magam alatt vagyok, de hétvégén megyünk. És itt jön az adrenalin, ott fönt van, és akkor az a pár óra, akkor az eltelt úgy, hogy nem fáj semmi. Sikerült bajnoki címet nyerni, ami egy felfoghatatlan nagy öröm volt számomra. Még a Mária Pocsi utolsó döntő után még nem tudtam pontosan, hogy én vagyok a bajnok. Utána tudtam meg, amikor Takács Oliver Kistuki barátom a pálya mellett beszaladt, és felkapott, és mondta, hogy én vagyok a bajnok. Az én szívem is a rallyhoz húz, én is azt szeretném csinálni. Nagyon-nagyon szerettem a rallycrosst, egy nagyon-nagyon jó sport, de mivel én rallyban nőttem fel kisgyerekkorom óta, engem az nagyon vonz, és szeretnék oda átpártolni majd. De meglepetésemre egy úgynevezett életműdíjat kaptam, nem számítottam rá, nem is készültem rá. Nagyon meg voltam hatódva, vagy nagyon köszönöm mindenkinek végül is, úgyhogy hát 35 évet leúztam ebbe a sportba, és még nem szeretném abba hagyni, ha nem muszáj, úgyhogy nem mondom azt, hogy megérdemeltem, de sok mindent letettem az asztalra végül is ebbe a sportágba már.